Csak az tud jó bort készíteni, aki szeretettel, önzetlenül képes élni. Mert az élet egyszeri és megismételhetetlen érték, és e szerint kell okosan sávfárkodni vele. Így van ez a borral is, mely Istentől kapott ajándék, hogy kismértékben fogyasztva megnemesítse, megvidámítsa napjainkat. Ilyesmikről mesélt nagyváradi borismertetőjén Magyarország vezető borásza Kaló Imre, aki évek óta ismerőse vidéken. A borászat újjáélesztésén fáradozik ott, ahol erre van igény. A szőlő és borkultúra esetében itt Nagyváradtól, ugye az érmenléki borvidék, északra haladva a Szilágyság felé, Szatmárnémeti, Abasújváros felé. Ez egy olyan történelmi kárpát-medencei magyar borkultúrának a veleje, mely a gondolkodó ember által, magyar emberek által gyakorlott szőlő- és borkultúrában alap életkultúrát képviseltek. Tudom, hogy ezek a borászok, akik itt megjelennek, nagyon sok munkát, szakértelmet fektetnek a szőlőművelésben. Akkor kezdem igazán érezni a bornak a illatát és az ízét, miután meghallgattam azokat, akik ízadsággal, kemény munkával a szőlőt megművelték. Most pedig látogassunk ki a váradi dombokra. Idén 800 esztendeje annak, hogy a váradi regisztrum megemlíti a Váradhegy alján lévő szőlőkerteket. Aki ma ide látogat, inkább gyümölcsösöket és villákat lát, a premontrei és pálosrendi szerzetesek középkori szőlőbirtokai helyén. A lakosság is tőlük leste el a szőlőművelés titkait. Apáméknak jó nagy szőlőjek volt, egész hektár számra mondhatom. De mióta bejött a kollektivizálás, azt elvették, azt kiszántották, én már nem raktam újat. Akkor hogy háztájak voltak, itt volt a háztájunk kollektíva időben, akkor is csak úgy láttam, az hamarabb terem, meg jobban lehetett értékesíteni a barackot, és ezért ültettünk francia barackot, szőlővel nem foglalkozunk. Szilágyi Aladár újságíró közíró eredt a váradi szőlészet nyomába, és érdekes adalékokra bukkant a 150-160 évvel ezelőtti nagyváradi és debreceni értesítőkben, ami könyvé is kerekedett az elmúlt hónapokban. Egészen régi boraik is voltak, tehát volt egy-egy gazda, akinek akár 100 hektó számra is volt bora. Tehát azt jelenti, hogy akkor még nagy területeken művelték a szőlőt, és nagyban vitték a borászatot. Egy tanár úr volt, Tunyogi tanár úr, 92. évében hunyt el, és ő mesélte, amikor 50-es évek legelején ide került az iskola igazgatónak, akkor egyszer megszólította a pártitkár, hogy igazgatóelvtárs, remélem, pünkösd vasárnap eljön a templomba és vesz úrvacsorát, mert én adtam a kenyeret és a bort. Hegy alján már nem lesz többi szőlőtermesztés, az őslakosok eltűntek a vidékről. Ez pedig már Bihar-Diószeg, ahol az icsiféle pincészetben világhírű borok születtek a 19. században. A kommunizmus alatt mégis minden nemes szőlő eltűnt. A rendszerváltás óta telepítenek a gazdák újat. Rittner Tibor 2006 óta hobbi borász. A család földet örökölt és egy pincét, 2009-ben pedig Európai Uniós pályázaton nyert egy komolyabb borgazdálkodás kialakítására. Azt szeretném, hogy akkora területet tudjak betelepíteni szőlővel, az legyen mondjuk egy 10 hektár, amelyiken pont annyi terem, hogy lehessen azt már egy pincészetnek nevezni. Na most abban a fázisban vagyok, mikor már hobbinak sok, biznisznek még kevés. Kaló Imre tanácsára őshonos fajtákkal kezdték újra telepíteni a letarolt szőlőhegyeiket. Tavaly az érmelék híres szőlőjét, a bakatort is visszaültették, amelyből Hajdan, Zicsi gróftól a kínai császár is rendelt. Az élet folytonosságát képviselni a szőlő- és borkultúrán keresztül az az Isten szolgálatának a mindennapi gyakorlata, amelyben semmi más nem kell tenniük, ugye szakszerűség, visszatérni az eredetiséghez. Az eredetiséghez. Jól láthatóan, hogy az emberek a mai technológiai találmányaikkal eltávolodnak a természet rendjétől, és ugye betérnek egy élet nem értő zsákutcába. És ugye ahhoz, hogy a földi életnek értői lehessenek, az a természetes földi körülményeken való életkultúráknak az újraélesztése, azaz az örökítés.
Jó bort csak jó emberek tudnak készíteni. Ez a borászat titkos receptje a magyar borász szerint, aki az egri borvidéken, Szomolyán több évtizede műveli tudományát és élvezi életbölcsessége eredményeit.